Évtizedek óta nem látott fejlesztés a János kórházban, szinte a teljes radiológiai géppark megújult. Jótékonysági halléosztás a Schwab-hegyen, a bevételből idén is rászoruló családokat támogatnak. Adventi vendégség, 100 szépkorút vendégelt meg a hegyvidéki önkormányzat. Híreinket látják, köszöntöm Önöket! Évtizedek óta nem látott fejlesztés zárult el a Szent János Kórházban. Több mint 1,2 milliárd forintból 13 új képalkotó berendezést vásárolt a kórház, így szinte a teljes radiológiai géppark megújult. A digitális berendezéseknek köszönhetően egyszerűbbé és gyorsabbá válnak a vizsgálatok. Így néz ki a Szent János Kórház traumatológiai osztályának egyik legújabb képalkotó berendezése. Mostantól nem csak itt, de többek között a kórház mammográfiai centrumában és tüdőszűrő állomásán is ehhez hasonló korszerű radiológiai eszközökkel végzik a vizsgálatokat. Az intézményben évtizedek óta nem látott fejlesztés zárult le. Ennek során a János Kórház 1,2 milliárd forintból összesen 13 digitális képalkotó berendezést vásárolt. A most megvalósított fejlesztések egy nagyon fontos lépést jelentenek az intézmény életébe. Korszerű és hatékony technológiához jutnak az itt dolgozó, jól képzett kollégák. Én úgy gondolom, hogy ez azt fogja eredményezni, hogy a János Kórházba kerülő betegek még nagyobb bizalommal fordulhatnak majd az intézményhez. Ennek azért is van jelentősége, mert a János Kórház Buda legnagyobb ellátó intézménye. Az új digitális képalkotó berendezéseknek köszönhetően a vizsgálatok lényegesen kisebb sugárterheléssel járnak, és megszűnik a röntgenfilmek használata, ami felgyorsítja a betegellátást. Vagyis a páciensek és az orvosok helyzete is könnyebb lesz, mondja a kórház orvosigazgatója. A digitálisan rögzített képek sokkal biztonságosabban tárolhatók, sokkal több helyen meg lehet nézni. A képeknek az értékelése sokkal hatékonyabb, hiszen nem kell a képeket ide-oda szállítani, vagy az orvosnak nem kell elmenni a helyszíne, hogy ott megnézze a képet, hanem bármelyik monitoron ez megtekinthető és véleményezhető. Ugye azzal, hogy a tüdőgondozóban is egy új digitális rendszer van, maga a tüdőszűrés is sokkal hatékonyabb és gyorsabb lesz. Ezáltal a várólistákat tudjuk csökkenteni. Csepregi Nándor, a miniszterelnökség államtitkára azt mondta, a János Kórház korszerűsítése a következő években is folytatódhat. A 14-20-as pályázati ciklusban is van bent olyan elképzelés a János Kórháznak, ami energetikai korszerűsítésből lényegében az épületek üzemeltetési költségét csökkenti jelentős mértékben, és az így felszabaduló pénzeket pedig lényegében a betegellátás minőségi javítására tudják fordítani. A fejlesztés nagy része uniós forrásból valósult meg. 400 adag bajai hallé fogyott el az idei Schwab-hegyi hallévacsorán. Az istenhegyi Szent László plébánia és a Schwab-hegyi református egyházközség 7 éve rendez halléosztást az önkormányzat támogatásával. A bevételt idén és rászoruló családoknak ajánlják fel. A hideg, ködös idő ellenére is sokan álltak sorba egy-egy adag hallért a Diana Parkban. Aki akarta, helyben is elfogyaszthatta, a legtöbben azonban hazavitték az ünnepi ételt. Az istenhegyi Szent László plébánia és a Schwab-hegyi református egyházközség 7 éve rendez halléosztást. A közösségépítő eseményt a hegyvidéki önkormányzat is támogatja. 7 évvel ezelőtt egy régi hagyományt elevenített föl a két gyülekezet, illetve az önkormányzat közösen. Fontosnak tartottuk azt, hogy felelevenítsük a halléosztás hagyományát. Egyrészt azért, mert fontos a hagyományok ápolása, másrészt pedig azért, mert valóban egy szép gesztus, egy szép rendezvény ez. A karácsonyi hallévacsora bevételéből ugyanis a két egyházközség rászorulóit támogatják a szervezők. A keresztény szellemiséggel megegyező dolog az, hogy a keresztények, az emberek segítsék egymást, és nem csak a keresztényeket, hanem mindenki, aki idejön. Ez egy gesztusértékű ajándék, ami tulajdonképpen
erősítheti az együvé tartozásnak, az egymásért vállalt felelősségnek a tudatát, ami a mai világban azt gondolom nagyon fontos és nagyon szükséges. A Svábhegyen először a két világháború között rendeztek közös hallévacsorát. A történelem azonban közbeszólt, a szokás pedig hosszú időre feledésbe merült. A háború és utána pedig a kommunizmus nem tette lehetővé azt, hogy ilyen lokálpatrióta összefogásban ilyen nemes célokra, mint ahogy ez most történik, hallé vacsora osztásra kerüljön sor. Úgyhogy amikor a két egyházközség, az Istenegyi Szent László plébánia és a svábhegyi református gyülekezet ezt a hagyományt 8 évvel ezelőtt újraélesztette, és ha minden igaz, ez a 7. ilyen hallé vacsora, akkor pont arra gondoltunk, hogy ne egyszerűen csak találkozzunk, mert azt az étteremben is meg lehetne tenni, hogy leülünk egy asztal mellé, és kellemes körülmények között jó minőségű halászlét elfogyasztunk, hanem hogy ez egy közösségi rendezvényé nője ki magát, sőt, hogy lehetőség szerint jó célokat, szociális, diakóniai célokat szolgáljon. Idén összesen 400 adag ízletes bajai hallé fogyott el a svábhegyi hallévacsorán. Nem finanszírozza tovább az agglomerációs közlekedést a főváros, közölte Tarlós István főpolgármester. A politikus hozzátette, a kérdésről az agglomerációs településeknek az állammal kell tárgyalniuk. Kitért rá, hogy főpolgármesterként nem fogadja el azokat az előző héten megszavazott törvénymódosításokat, amelyek Budapest költségvetésében 20,7 milliárd forintos működési hiányt okoznak. Ajánlott időben beszerezni a gyógyszereket az ünnepek előtt. Az Országos Gyógyszerészeti Intézet arra figyelmeztet, a karácsonyi ünnepek idején 4 egybefüggő munkaszüneti nap követi egymást. Ebben az időszakban az egészségügyi szolgáltatók, így a gyógyszertárak is csak ügyeleti rendszerint működnek. Szépkorúakat látott vendégül karácsony előtt a Hegyvidéki Önkormányzat. A MOM Kulturális Központ kupola termében megrendezett adventi ebédre 100 rászoruló nyugdíjas kapott meghívást. Az ünnepségen vehették át oklevelüket azok az önkéntesek is, akik a Szépkorúakért a Hegyvidéken program keretében vállalták, hogy szabad idejükben egyedülélő időseknek segítenek. Karácsonyi dalokkal, versekkel és ízletes fogásokkal várták a kerületben élő időseket az Aranyvasárnap megrendezett adventi vendégségen. A Hegyvidéken már hagyomány, hogy az önkormányzat az ünnepek előtt ebéddel várja a szépkorúakat. Idén 100 nyugdíjast láttak vendégül. Ajándékba valami olyasmit kell adni, ami nem annyira praktikus, hanem egy kis luxust, kis fölöslegességet is hordoz az ajándék. Ez ilyesmi. Persze, adhatnánk konzervet is, és száraz tésztát is, és lehet, hogy annak praktikusan több haszna lenne, de kell ez a kis fölöslegesség is ahhoz, hogy az ember jól érezze magát, vagy valóban megajándékozva érezhetni magát. Tehát valami olyat szeretnénk kapni, amit magunk nem engedhetünk meg magunknak, de mégis megkapjuk ezt. Egy ilyen elegáns környezetben a vendéglátás szerintem ehhez tartozik. Örömmel látom, hogy jóval többen fogadták el a meghívásunkat most, mint egy évvel vagy két évvel ezelőtt. Kovácsné Bécs Magdolna. Az ünnepségen vehette át oklevelét az a 15 önkéntes is, aki a Szépkorúakért a Hegyvidéken program keretében vállalta, hogy szabad idejében egyedül élő időseknek segít a mindennapi teendők ellátásában. Azért segítsünk másokon, mert szükség van rá, tehát szükség van a segítésre, és azon kívül, hogy a másik embert felvidítsuk, vagy kellemes órákat szerezzünk neki, vagy bevigyük a külvilágot, hogyha éppen ő már ugye otthon ülő. A programban egyre több önkéntes vesz részt, így az ellátottak köre folyamatosan bővül. Az idei évben november 30-áig megközelítőleg 900 órát dolgoztak az önkénteseink. Ez 20 rendszeres tevékenységet jelent, illetve 2-3 olyan önkéntesünk van, aki adott feladatokat vállalt csak be. Az önkéntes program célja, hogy megakadályozza az időskori elmagányosodást. Sok évnyi kutatást követően elkészült Budapest felszín alatti világának interaktív háromdimenziós térképe. Az interaktív térképen többek között Horthy Miklós óvóhelye, Rákosi Mátyás atombunkere,
a Gellért hegy járatai, és számos olyan objektum is szerepel, amelyeket a katonaság még ma is használ. A különleges animációt Zsoldi Katalin, az ELTE térképtudományi és geoinformatikai tanszék doktorandusza és csapata állította össze. Híradónkat honlapunkon a hegyvidéktv.hu-n is megnézhetik. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!